Köszöntöm nézőinket, Önök a Tornatáj Televízió híradóját látják, Kilián Máté vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Összefogás, rászoruló családoknak és kórházi dolgozóknak is segítenek a szekszárdi civilek. Utcakoncertek Szekszárdon és Bátaszéken, így teszik elviselhetőbbé a kötelező bezártságot. Bajban a borászok, a bevételeik 30-40%-kal estek a vírus miatt. Szájmaszkok, 2000 védőeszközt varratott egy helyi céggel a bátaszéki önkormányzat. Tüzelőnek való fát és informatikai eszközöket adott át egy rászoruló 4 gyermekes szekszárdi családnak a helyi Összefogás a Városunkért nevű civil szervezet és a szekszárdi városvédők. Az adományoknak köszönhetően a család nem csak fűteni tud még esténként, de a digitális oktatás is könnyebbé válik a gyerekeknek. A szekszárdi civilekhez rengeteg adomány és felajánlás érkezik hetek óta, amit ők komoly szervezés révén juttatnak el rászoruló családokhoz, vagy éppen közfeladatot ellátó dolgozókhoz. Teljesen megtöltötte a teherautó platóját az a tüzelni való faanyag, amit Vízi Hajnalka, az Összefogás a Városunkért civil szervezet alelnöke ajánlott fel egy rászoruló családnak. Az adományt Keresztes Attilánél vette át, aki párjával együtt 4 gyermeket nevel. Azt mondja, ez nagy segítség a számukra, mert még mindig fűtenek. Az Összefogás a Városunkért civil szervezet és a szekszárdi városvédők révén ráadásul nem csak tűzifához, hanem tablethez és DVD lejátszóhoz is hozzájutott a család, amivel könnyebbé válnak a hétköznapok és a digitális oktatás is. Kapunk egy DVD lejátszót, ami nagyon szuper, mert tudunk nézni meséket, mert nekünk DVD lejátszónk van, az a nagyon régi fajta, azokat már nyúlik a szallag, már nagyon megnéztük őket, meg kap a kislányom egy tabletet, ami nagyon nagy segítség, mivel az én egy telefonomon a tanulás lehetősége sajnos nem nagyon lehet. Az Összefogás a Városunkért az egyik közösségi oldalon jött létre, eredetileg a kórházi dolgozók és buszsofőrök megsegítésére, akik a koronavírus járvány idején is kitartanak. Úgy kinőtte magát, hogy elkezdtük keresni azokat is, akik most inkább kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, mert mondjuk elvesztették a munkahelyüket, több gyermeket nevelnek, és jöttek kérések is, és akkor így próbáljuk összekötni a felajánlásokat a kérésekkel. Az Összefogás a Városunkért civil szervezet és a szekszárdi városvédők összesen több mint 3500 taggal rendelkeznek az egyik közösségi oldalon. A két szervezet több mint 1,5 millió forint értékű adományt adott már át eddig. Egyre többen adakoznak Tolna megyében, amióta megjelent a koronavírus az országban. Az adakozásnak viszont megvannak a maga sajátos szabályai, amiket az adóhatóság ellenőriz. Más előírások vonatkoznak például a magánszemélyektől származó adományokra, mint a vállalkozások felajánlásaira. Adományokat gyűjt az egyik közösségi oldalon létrejött szekszárdi csoport rászoruló családoknak. Több civil szerveződés segít különféle módon a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe kerülőknek, valamint a járvány megfékezésén fáradozó mentősöknek és kórházi dolgozóknak. Eleinte bútorokat, műszaki cikkeket, élelmiszert, játékokat, számítástechnikai eszközöket, maszkokat. Máskor pénzadományt ajánlottak fel a segítőkész szekszárdiak. A civilekből verbúválódott csoportok vezetői pedig továbbadják azokat a rászorulóknak, vagy abból közösen eldöntve az adományozókkal eszközöket, élelmiszert vásárolnak, vagy éppen főznek. Nagy kérdés, hogy ilyenkor kell-e adózniuk a feleknek, és ha igen, hogyan? A magánszemély által magánszemélynek adott jótékony célú támogatás a személy jövedelemadó szempontjából adómentesnek minősül, és járulékot, szociális hozzájárulási adót sem kell fizetni utána egyik félnek sem, egyik magánszemélynek sem. Az adómentességnek egyedüli feltétele az, hogy a támogatásnak nem lehet célja, hogy a támogatást nyújtó ellenszolgáltatást kapjon. Vagyis nem kell adót fizetnie, ha magánszemély adja magánszemélynek az adományt, és az adományozó nem abból a célból nyújtja a támogatást, hogy valamit kapjon cserébe. A vállalkozásokra más szabályok vonatkoznak. Ha cég az adományozó, akkor adót sem kell fizetnie, sőt, még akár az adóalapját is csökkentheti az adakozással. A támogatásnak, illetve adománynak minősülő ingyenes juttatás a társasági adóalap meghatározásakor költségként, elismert költségként számolható el, és fontos, hogy
a társasági adóalap csökkentésére is van lehetőség akkor, hogyha a juttató rendelkezik a közhasznú szervezetnek az adomány igazolásával. A magyarok egyébként nem számítanak jótékonykodó nemzetnek. Egy tavaly nyilvánosságra hozott felmérés szerint a világ nagy lelkűségi rangsorában Magyarország a 109. helyen áll, a vizsgált 126 ország közül. Míg a top 20 országokban minden második ember segít, önkénteskedik vagy éppen adakozik, addig nálunk minden negyedik, ötödik, Kínában, Görögországban pedig csak minden hatodik ember csinálja ezt. Több ezer darab központilag beszerzett védőfelszerelés és több száz liter fertőtlenítő érkezett a szekszárdi Balassa János kórházba. Az intézmény az Állami Egészségügyi Ellátó Központ készletéből 5000 darab egyszer használatos védőoverált, 200 darab fertőtleníthető védőszemüveget és 732 liter fertőtlenítőszert kapott. Az újonnan érkezett eszközök mellett a kórház korábban már saját készletet is beszerzett. Lelkileg igen megterhelő lehet, hogy nem járhatunk társaságban, nem mehetünk ki a házból, főként ha az ember idős vagy egyedül él. A bezártság, a bizonytalanság és a vírus miatti fenyegetettség depressziót okozhat, ezt mondja a pszichiáter szakértő. Tolna megyében már most látszik, hogy nőtt a pszichiátriai betegek száma, ami a szakemberek szerint egyértelműen a koronavírus járvány számlájára írható. Rendőrök járőröznek az utcákon, kiránduló helyeken, hogy vajon betartjuk-e a kijárási korlátozás szabályait. A boltba, a gyógyszertárba is csak meghatározott időpontban lehet lemenni, az idős családtagok pedig elmagányosodhatnak. Hiszen most az a fő szabály, hogy maradjanak otthon, kerüljék még azokkal a családtagokkal való találkozást is, akikkel nem élnek együtt. Mindez még egy egészséges lelkületű fiatalban is szorongást kelthet. De az idős kiszolgáltatott embereknél ez még inkább így van. Azt érzik, hogy képtelenek kézben tartani az ügyeiket, sem megoldani, sem megszüntetni nem tudják a problémáikat, és egy krízist élnek át, mondja Kertész Ágnes, pszichiáter. Az idős kiszolgáltatott betegeknek a száma jelentősen megnőtt, a krízisbe kerülőknek a száma jelentősen megnőtt. Ugye nagyon nehezen tudjuk elfogadni a mostot, tehát ami most történik, hogy ebben nagyon nehéz megküzdeni, és ugye maga a pszichiátria az az orvostudományág, ami legérzékenyebben reagál minden külső krízisre és belső krízisre is. Tavasszal eleve nőni szokott a mániás depresszióval küzdők száma, ez most sincs másként, csak épp a koronavírus járvány miatt új tartalommal bír a betegség, tette hozzá Kertész Ágnes. Ez a fajta fenyegetettség, amit nap mint nap átélünk, megélünk, az belekerül a gondolatmenetébe a pácienseinknek. Folyamatosan fogadják a krízisbe kerülő betegeket a Tolna megyei Balassa János Kórház pszichiátriai ambulanciáján, és az osztály is működik, a járvány ellenére is. Itt fogadják a krízisbe kerülő mentális betegeket, és adnak nekik segítséget. 12 éves lány hajtott kvaddal egy busznak a hatos úton Dunaföldvártól nem messze. A lány épp egy földútról hajtott ki a főútra, amikor neki ment a busznak. Bukós isakot nem viselt, de a csodával határos módon csak könnyebben sérült meg. Óriási veszteséget okoz a borászatoknak a koronavírus, nem csak az éttermek és a vendéglátóhelyek bezárása vetette vissza az eladásaikat, hanem az is, hogy ők sem tudnak vendégeket fogadni. Az érintettek azt mondják, a bevételeik 30-40%-a hiányzik most. A már eladott borokat készítik előszállításra az egyik szekszárdi borászatnál, szinte csak a multik felvásárló erejében bízhatnak a koronavírus idején, mondja Bodri István borász. A szekszárdi borvidéken több pincészet is foglalkozik vendéglátással, most nekik kiesik az ebből származó bevétel, elmaradnak a borkóstolók és a rendezvények is, így az értékesítés több mint 30-40%-kal esett vissza a legtöbb pincészetnél, ezért az online eladással próbálkoznak. Egy része a csapatnak home office-ba dolgozik, egy része pedig itt a helyszínen. Itt nagyon sok munkát végeztünk, de úgy gondoljuk mi, hogy az értékesítés az idejében nagyon-nagyon csökkenni fog. Itt a kereskedők és az éttermek nem tudnak eladni bort, egyébként a multikba tudunk bízni, hogy ők viszik a tételeinket, és nagyon erősítünk a online eladásban, a webshopos eladásban.
A kormány által bevezetett gazdaságvédelmi intézkedések, köztük a járulékkedvezmények már nem csak a vendéglátóipart érintik, hanem a szőlő-borágazat szereplőit is. Ez nagy segítséget nyújt a koronavírus járvány okozta negatív hatás enyhítésére, ezt mondja Mészáros Péter szekszárdi borász. A húsvét az mindig erős szokott lenni, és most a húsvét egyszerűen ilyen gyengébb volt, mint az eddigi húsvétok. Abba bízunk, hogyha rendeződik a helyzet, akkor bepótolják az emberek a borfogyasztást. Bizakodóak a pincészetek tulajdonosai, mivel augusztus végére már többüknél vannak szoba és teremfoglalások. A Filharmónia szervezésében szerte az országban koncertekkel szórakoztatják az otthon levőket. A hétvégén Szekszárdon 5 helyszínen és Bátaszéken is felcsendültek népszerű dallamok. Házhoz kell vinnünk a zenét tulajdonképpen, ezzel szeretnénk kedveskedni a szekszárjára. Ácsesző szekszárd polgármestere pénteken a közösségi oldalán az első sarokház koncert idején invitálta a városlakókat a zenehallgatásra. A felhívás hatásos volt, a hétvégén Szekszárd 5 helyszínén csendült fel a muzsika a helyben élők nagy örömére. Nagyon régóta úgy érezzük, hogy be vagyunk zárva is. Nem megyünk sehova, tehát ez nagyon jól esett nekünk. Nagyon szép. Egyébként is a fúvó zene a kedvencem. Nagyon tetszik. Egy kis zene van itt, hogy egy kicsit változatosabb, a vírusos dolog, jobban bírjuk. A koncertsorozatot a Filharmónia Magyarország szervezi folyamatosan az ország sűrűbben lakott területein. Ezekben a napokban 120 helyen csendülnek fel a muzsika hangjai. Mint szlogenünk is mondja, hogy közelebb vigyük a zenét az emberekhez. Igen, és hát arra buzdítjuk őket, hogy maradjanak otthon. Most jelenleg nem tudnak kimozdulni koncerttermi, illetve nagy közösségi terekbe koncerteket hallgatni, úgyhogy mi ezt most házhoz visszük. A szekszárdi helyszínek mellett a hétvégén Bátaszéken is házhoz vitték a zenét. A koncertsorozat Fekete Péternek, az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárának kezdeményezésére szerveződik szerte az országban. 2000 szájmaszkot varratott a bátaszéki önkormányzat egy helyi céggel. A maszkokat a városban élő idősekhez és az érettségire készülő diákokhoz juttatják el. Bozsolik Róbert polgármester azt mondja, kettős célt értek el. Egyrészt a legveszélyeztetettebbek védekezését segítik, másrészt egy nehéz helyzetbe került vállalkozásnak is segítettek, hogy ne kelljen embereket elküldeniük. 50 darab. Jó, oké. Köszönjük szépen. Kettős csomagolásban van. Jó. Mosható, feltétlenítető, 2000 szájmaszkot varratott meg Bátaszék városa egy helyi, egyébként exportra gyártó varrodában, segítve ezzel őket abban, hogy meg tudják tartani a munkaerőt. Segíteni szerettünk volna helyi vállalkozásokon, hiszen egy olyan varrodától vásároltuk meg a maszkokat, akik Bátaszéken dolgoznak, Bátaszékre fizetik az iparőrzési adójukat, és bátaszéki embereket foglalkoztatnak. Ezzel is próbáljuk egy kicsit a vállalkozásukat stabilizálni. A szájmaszkok postán érkeznek majd meg a 65 év felettiekhez. A védőfelszerelések moshatóak és fertőtleníthetőek, így többször is felhasználhatók. Bozsolik Róbert polgármester azt mondta, a védekezés és a munkahelyi megmentés mellett fontos volt az érettségizők és a lebonyolító pedagógusok védelme is. Sümegi József, a gimnázium igazgatója azt mondja, az iskola felkészült a lebonyolításra. Tanulóknak a kiértesítése az épp most van folyamatban. Magának az épületnek a fertőtlenítése megtörtént, tehát ezt takarítók elvégezték. Én úgy gondolom, a vizsgabeosztás megtörtént, én azt gondolom, hogy minden feltétel rendelkezésre áll ahhoz, hogy biztonságosan tudjuk megszervezni az érettségi vizsgákat. Bozsolik Robert polgármester azt mondta, amennyiben további maszkokra van szükség, a városban működő varrodák készek a legyártására. Mosható szájmaszkot varnak a falujukban élőknek a Szálkai Foltvarrókör tagjai. A maszkokat a helyi kisboltban és a postán adják le, ahonnan bárki vihet magának. A maszkok varrásába már úgy belejöttek, hogy 5-6 féle szabás minta alapján dolgoznak. Ugye van az, ami az a hagyományos, akkor ez is egy nagyon szép fazon. 5-6 fazon szerint készítik a szájmaszkokat a Szálkai Foltvarrókör tagjai otthon. Összesen 6-an vágtak bele a védőfelszerelés készítésbe. A maszkok már nem használt pamut rongyokból készülnek, és a foltvarrók szálkán mindenkinek ingyen adnak belőlük. Varnánk egy-egy tucat maszkot, és a boltba, postán odaadnánk, és a lakosságnak ingyen adják oda, akik a boltba, postára járnak.
Így indult a dolog, hát az egy tucatból mindenkinek 2, 3, 4, 5 tucat lett, úgyhogy azt hiszem, hogy szinte a lakosságot most már teljesen elláttuk. A maszkokat nem házról házra járva juttatják el a szálkaiakhoz, más módszert választottak. Azt mondják, így is csökkenteni akarják az érintkezések számát, ezzel pedig a vírus terjedését is lassítják. Nem visszük oda senkihez, hanem sokan járnak itt a postára, boltba befizetni, vásárolni. Az idősebbek a mindennapit itt vásárolják meg, és a boltba, a pultnál, a postán szintén, a pultnál ott van egy kis szatyorkába vagy kosárkába, és akinek nincs, annak adnak ingyen. A szálkai foltvarok eddig már több mint 500 mosható maszkot vartak a helyieknek ingyen. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Meddig tart a járvány? Az infektológus bízik a koronavírus tavaszi lecsengésével. Válságban a hajózás, több 100 millió forinttól esett el a vírus miatt a Bahar. Magyar Népviselet napja, nem csak ruházkodásra szolgált elődeink öltözéke. Mennyi kórházi ágy szükséges a hazai járványhelyzet kezeléséhez, mennyien kényszerülnek gépi lélegeztetésre, illetve meddig tart még a járvány? Többek között ezekről is beszélt Ternák Gábor professzor. Az ismert belgyógyász, infektológus szerint vannak túlzó intézkedések, de bízik a koronavírus járvány tavaszi lecsengésében. Túlzása a koronavírus miatt felszabadított kórházi ágyszám, véli Ternák Gábor professzor. Mint ismert, hazánkban 60 ezerből 36 ezer ágyat tettek szabaddá, hogy fogadni tudják a legsúlyosabb járványhelyzetben is a kórházak, a betegeket, akik komolyabb ápolásra, akár lélegeztetőgép használatára szorulnak. 800 valamennyi kórházi kezelt van. Ezek közül 60-70 szorul ugye lélegeztetés, ami olyan 7-8%. Na most, ha a számolás kedvéért 10%-ot veszünk, ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy mondjuk 5000 lélegeztetőgép működjön, tehát 5000 ember kelljen lélegeztetni, az azt feltételezi, hogy 50 ezer ember ágyban fekvő beteg van. Ternák doktor szerint a hazai statisztikák nem igazolják, hogy ekkora készültséget tartsanak fenn. Ráadásul hetek óta ugyanolyan szinten van a járványhelyzet, nem robbant be. A professzor azt mondja, alapul véve a kínai adatokat, hamarosan nálunk is lecsenket a járvány. Ha igazak azok, hogy decemberben keletkezett, és áprilisban már könnyebb volt a helyzet, akkor mi is elmondtam, hogy február végén észleltük, hogy az első betegségeket, március, május végére talán már fellélegezhetünk is, könnyíthetünk is, de különben a hivatalos kormányzati vélemények is ezt mondják, hogy jövő hét végére várhatjuk ezt a tetőzést. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. A professzor azt mondja, a vérszérum alkalmazását ő már márciusban javasolta. Ez az úgynevezett passzív immunizálás, amikor a gyógyult betegek vérének felhasználásával ellenanyagokat juttatnak a még betegeknek, hogy le tudják győzni a fertőzést. Jelenleg a hazai kutatók, orvosok éppen ennek a bevezetésén dolgoznak. Leállt a személyszállítás, csökkent a forgalom a kompon, törölt programok és több 100 millió forintos bevétel kiesés. A Balatoni Hajózási ZRT-t is megviseli a koronavírus járvány miatt kialakult helyzet. Koller József a vállalat vezérigazgatója azonban bizakodó, mint mondta, júniusra talán normalizálódhat a hajózás a Balatonon. Készült egy olyan reorganizációs terv, amely végig vizsgálta, felülvizsgálta a társaságnak a tevékenységét, illetve azokat a lehetőségeket, amelyek előttünk állnak abban, hogy túléljük ezt az évet. Ebben vannak nyilvánvalóan fájdalmas, de szükségszerű lépések is, így sajnos ebben az évben számítani kell néhány árat megszüntetésére, ami lehetővé teszi azt, hogy mind a személyi költségeket, mind pedig egyébként az üzemeltetési költségeket érdemben csökkentsük. Pénteken ünnepelték a Magyar Népviselet napját. A díszes vagy épp egyszerű öltözetek nemtől, életkortól, alkalomtól függtek, de egyediségük népcsoportonként és tájegységenként változott. Egy bizonyos ruházattal számos információt elárulhatott magáról a korabeli ember. A népviselet már nem csak a hagyományőrző csoportok tagjain látható, hiszen manapság a modern ruhadarabokon is visszatérnek a különböző népi motívumok.
A hagyományos ruházat a falusi és mezővárosi egyszerű emberek öltözete volt. Ez népcsoportonként és tájegységenként is változik. Elődeink nem csak ruházkodás céljából hordták a különböző viseleteket, egy-egy öltözékkel más és más információt osztottak meg az emberekkel. Valójában ugye ez egy viselet, egy ruházat, idővel bizonyos csoportoknak lesz a jellemzője. Nem az a fő célja, nem az volt a fő célja, hogy a testet eltakarja, hanem idővel arról is szólt, hogy ez a hölgy, ez fiatal, férjhöz ment, vagy viselős, mindenről szólt magáról, maga a viselet. A Janus Pannonius Múzeum néprajzi osztályán több különböző népviseletet bemutató próbababa áll. Nemtől és alkalomtól is függött például az öltözet kinézete. Ugye megvan az ing, az ing az általában mindig fehér, az ingnek az ing végét azért díszítették, csodálatos, szép minták voltak rajta, de erre az ingre azért ugye ott van a nagy kendő, az rá van kötve, az rajta van, ami szintén a fiatalságának szimbóluma. Napjainkban már szinte csak hagyományőrző csoportok tagjain különböző rendezvényeken láthatunk ilyen és hasonló viseleteket. Azonban manapság a modern ruhadarabokon ismét megjelentek a népi motívumok. Én azt mondom, hogy talán egy kicsit romantikázunk, szeretnénk visszanyúlni a múltba. Igen, legyen. Nagyon jó, ha visszanyúlunk a múltba, mert a múltba ezek a különböző motívumok, igenis, ahogy mondtam, egy-egy népcsoportnak, egy-egy korosztálynak a viselete volt. Ezzel adózhatunk őseink előtt, hiszen így fenntarthatjuk hagyományainkat. A változatos népviseletek sajátsága, hogy bár különböznek, mégis a kötöttség és az aprólékosan szabályozott kifejezőkészség jellemzi. Játszóteret építenek a Pécsi Gyermekklinika udvarán. A parkot a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány munkatársai alakítják ki május közepére. Mint az alapítvány elnökétől megtudtuk, Szekszárdon és Kaposváron is építenek egy a Pécsihez hasonló játszóteret, mindezt egy 20 millió forintos Európai Uniós pályázat keretében. A Baranyai megyeszékhelyen hamarosan megvalósuló beruházás részeként fejlesztő játékokat helyeznek el az udvaron, amit nem csak a kórházi ellátásban részesülő kisbetegek, hanem akár a vizsgálatokra várók is használhatnak majd. Ezeket itt az udvaron fogjuk elhelyezni, mögöttem a gyermekklinikán. Tulajdonképpen egy fejlesztő játszóteret fogunk itt megvalósítani. Magukat a játékokat pályázati projektből fogjuk finanszírozni, ugyanakkor ezt körbe kell keríteni, hogy biztonságos legyen a gyermekek számára. 1,20 méteres kerítést terveztünk, és ehhez szeretnénk segítséget kérni a pécsi vállalkozóktól, a pécsi magánszemélyektől, akár adomány formájában, akár a kerítésépítéshez, hogyha hozzá tudnak járulni, az nagyon-nagyon sokat lendítene ezen az ügyön. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb hírei. Összefogás, rászoruló családoknak és kórházi dolgozóknak is segítenek a szekszárdi civilek. Utcakoncertek Szekszárdon és Bátaszéken, így teszik elviselhetőbbé a kötelező bezártságot. Bajban a borászok, a bevételeik 30-40%-kal estek a vírus miatt. Szájmaszkok, 2000 védőeszközt varratott egy helyi céggel a bátaszéki önkormányzat. Kedden napos, gyorsan melegedő idő lesz, kora nyáriasan magasra emelkedik a hőmérséklet, délután elszórtan előfordulhatnak futó záporok, illetve néhol zivatar. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!